Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ez a különös dolgok, és ezúttal megnézzük, hogy milyen helyen és milyen pozícióban áll a világ most így az idők végén, ami az erkölcsöt és a morált illeti, és hogy mennyire is fejetetejére állt az a rend, amit eddig megszokhattunk, legalábbis megszokhattak azok, akik abban éltek az évezetek során, különösképpen ami a Bibliát illeti, illetve az LMBTQ mozgalmat. Ez tehát a mostani téma, mielőtt ennek nekivágnánk, Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon. És ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Tisztában vagyok azzal, hogy rengeteg szó esik erről a témáról mostanság, ez azonban mindig egy társadalom, illetve egy világrendnek a végét jelzi, amikor az emberiség elindul a degenerációnak ezen útján, és azt hiszem, hogy ezeket a jeleket most már mindenkinek észre kell vennie maga körül, és észbe kell, hogy kapjon. Mindazon embereknek az összessége, akik szeretnék majd az ítéletkor magukat a jó oldalon találni, ugyanis az egyáltalán nem lesz olyan egyszerű, mint ahogy a többség azt szeretné gondolni. Egy hírrel kezdeném ezt a magyar nemzet 2303-ai 23. cikke: betiltották a Bibliát egy amerikai iskolai körzetben. Erről számolnak be, ez egyébként BBC weboldalán is megjelent június 3-án, ami azt jelenti, hogy ugyanazon a napon lényegében az oka annak, hogy betiltották, illetve eltávolították az általános és középiskolákból, az az, hogy erőszakosnak és vulgárisnak bélyegezték a Bibliát. Indoklásukat ugyan nem fejtették ki részletesen a tisztviselők, azonban már le is a polcokról a példányokat. Azután hozták meg a döntést, hogy egy tanuló apja panasz nyújtott be 2022-ben a kereszténység szent könyve ellen annak szexuális tartalma miatt. A felháborodott szülő lépése válasz konzervatív csoportok intézkedéseire, amelyek az LMBTQ tematikájú anyagok eltávolítását célozzák meg az iskolában. Utah államban tavaly fogadtak el egy olyan törvényt, amely alapján be lehet tiltani az oktatási intézményekben a pornográf és erkölcstelen könyveket. Elég bizarr a szituáció, ugyanis ez a meg nem nevezett szülő, ez beadványában fehér, felsőbbrendűséget hirdető gyűlölet csoportként hivatkozik. A Utah Parents United, azaz a Utahi Szülők Szövetsége szervezetre, amely gyakran él a törvény által ráruházott jogával a gyermekek védelme érdekében. Figyelj mindenki, fehér, felsőbbrendűséget hirdető gyűlölet csoport az, amelyik igyekszik az LMBTQ tartalmakat kivenni az iskolákból. És én erről beszélek már évek óta, hogy az az idő közeledik, amikor mindenki, aki konzervatív értékeket val, az szélsőséges lesz, sőt most már gyűlöletcsoportról van szó, illetve fehér felsőbbrendűséget hirdető gyűlöletcsoportról. És ez a jövőben csak súlyosbodni fog, és nem csak az Egyesült Államokban, de mindenhol ez lesz. Az Egyesült Államok nyilván egyfajta teszt terület, ahol ezeket a dolgokat próbálgatják, azonban utána ez el fog terjedni az egész világon. Nem az első hely Utah állam, ugyanis Texasban az iskolai körzet tavaly vetette le saját példányát a könyvtár a polcairól, miután a lakosság ellenezte azokat a konzervatív erőfeszítéseket melyekkel több könyvet is betiltottak. Megy egyfajta ideológiai harc tehát a két oldal között. Ugye a jobb oldal, akit ők konzervatívnak neveznek, képviseli a Bibliát és ezeket a tradicionális értékeket, a bal oldal pedig liberális, az új ideológiát, az LMBTQ-t és ezeket a különböző deviáns magatartás formákat, illetve úgy általánosságában véve a degradációt. Villám gyorsan megjegyezném, hogy amit szintén elmondtam már rengetegszer, hogy a híreket gyártják számunkra, és mi csak azt ismerjük a világból, amit megmutatnak nekünk, amit akarnak, hogy tudjunk. Itt van, betiltották a Bibliát, ez egy egyszerű Google keresés. Ugyanarról ír mindegyik, ugyanazt a hírt osztja meg, szinte ugyanúgy. Origo, Telex, Mandiner, Könyves Magazin, Népszava, Blik, Hit HVG, Vadhajtások, Naphíre, stb. 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 Mindegyik ugyanerről beszél. És persze én is, azért, mert a híreket gyártják, mi azt ismerjük a világból, amit megmutatnak nekünk, amit akarnak, hogy tudjunk. Így lehet vezetni, az embereket szépen, mint ahogy az ember kormányozza a nyájat. Arra megyünk, amerre akarják, hogy menjünk. A hírek módosítják az ember gondolkodásmódját a világról, és terelik egy irányba. Minél idősebb a generáció, persze annál nehezebb hatni rá, azonban ahogy az életkor csökken, úgy sokkal befolyásolhatóbb, és alakíthatóbb, vagy formálhatóbb az emberek az elméje, amit ők kihasználnak. És ezek a hírek, például ez is, a konzervatívabb, idősebb generációkat és a fiatalabb, liberális gondolkodásúakat egymás ellen fordítják, ami egy nagyon fontos fejlemény az új világrendben, ahol a szülők és a gyermekek egyértelműen két külön kaszhoz fognak tartozni, már ha egyáltalán lehet majd beszélni még szülőkről, meg gyerekekről. Legalábbis így eleinte biztos egy idő után a feltételezésem az, hogy amit szeretnének az, hogy az állam gyártsa a gyerekeket, technológia segítségével. Találtam ehhez néhány videót, amit meg szeretnék mutatni, és elég komikus, ugyanakkor lehet, hogy egy kicsit felkavaró is néhány ezek közül. Megkezdjük azzal, ahol egy pro-life, azaz abortusz ellenes tüntetőcsoport, illetve egy pro-choice, vagyis a abortusz, abortusz támogató csoport szólalkozik össze az utcán, és a, én most azt a csoportot szeretném bemutatni főként, vagy a figyelmet felhívni arra, amelyik az abortuszt támogatja, amit egyszerű lesz észrevenni, ezek azok, akik ugatnak itt, mint a, mint a kutyák. De figyeljen mindenki! Ez már persze a másik csoport, és nem is az a lényeg, hogy ki az, aki civilizáltabb, vagy ki az, aki nem, mert biztos vagyok benne, hogy mindkét oldalon vannak bizar karakterek. Azonban, hogyha valami demonstrálja a két etikai és morális felfogásrendszernek a különbségét, akkor ez a videó az. a régi világrend, amit mi normálnak ismerünk, az ösztűz alá került, és minden oldalról támadás alatt van. Ami a másik oldalt jellemzi, az pedig egyfajta degenerált viselkedés. Ugyanis, hogyha távolodunk el a konzervatív elkölcsi rendszertől, amit lényegében a Biblia az, ami mentén kialakított az emberiség az elmúlt évezredek során, ha távolodunk el attól, akkor óhatatlanul is el kell, hogy jussunk oda, ahol ezek vannak. És ez a fiatal generáció észre sem veszi azt, hogy mennyire szánalmas az, ahogyan viselkedik. Ez pedig az idő során csak rosszabb lesz. Érdekes az, amit Megan Kelly mond ebben a rövid bejátszásban, a azzal kapcsolatban, hogy ugye elkezdődött ez az egész a feminizmussal, bár ő ezt nem említi, és aztán folytatódott, majd eljutottunk oda, hogy megindult ez az őrület a pronán kapcsán, ami pronán az magyarul névmás, a személyes névmás, ugye erről beszéltem már hísi angolul is, aztán, hogy ki milyen személyes névmást akar választani, hogyha róla van szó, úgy, mint egy harmadik szeméről. Elindult egy óriási vita ezzel kapcsolatosan, aztán mostanra talán mindenki elfogadta, hogy, vagy legalábbis az emberek egy jó része beletörődött, hogy, hogy megválaszthatjuk azt, hogy mi legyen a mi névmásunk legalábbis Amerikában ez egy nagy dolog, de amit ő mond erről, az még eszembe sem jutott ilyen formában, de nézzük meg, hogy mi az, és a, a képernyő tetején, a kis videó tetején ott van feliratozva, hogy mi az, amit mond. I started off being like, I understand, I have empathy for you, I will use your pronouns of choice, you know, I'm not say you're a one. Ugye azt mondja, mert most valahogy megszűnt a felület, hogy eleinte még úgy volt vele, hogy megértette ezt az egészet, és együtt érez, és használni fogja ezeket a névmásokat, amiket az emberek választanak maguknak. Woman, De most azonban rájöttem, hogy mindazok, amik eddig történtek, ezek csak egyfajta gateway drog. Ami azt jelenti, hogy ilyen bejáró vagy átjáró kezdeti drog, mint a kábítószereknél mondják a, a füvesztilit, hogy ez csak egyfajta kapu, hogy ahhoz, hogy megnyissa azt, és aztán beáramoljon az összes többi drog, mert ártalmatlanak tűnik, de az alkoholra kapcsolatban is mondják ezt, hogy az alkohol az csak egyfajta kapu, ahhoz, hogy megnyissa a drogok felé vezető utat, vagy akár a dohányzás. És azt mondja, hogy a személyes névmások ez is csak egy ilyen kapu volt to the co-opting of female sports. And An azért, hogy a női sportokon átvegye a hatalmat a lényegében a férfiak. The word female. And És csak úgy általánosságában véve a nő szó is most már támadás alatt van. And the word woman and breastfeeding and... Vagy akár a nő, vagy a szoptatás, vagy a gyermekszülés. Childbearing and menstruation of all the things Gyermekvállalás, menstruáció. És ezek mind ezek a dolgok eddig a nők csoportjához tartoztak. És az érdekes az, hogy hogy nem jut ez eszébe másnak, amit mond, hogy egy férfinak nincs is fogalma arról, hogy milyen nőnek lenni, hiszen nem tudja ezeket a dolgokat. Hogyan is érezhetné magát nőnek? Force and relate. The challenges we have, the beauty of being a woman. The... Hogy azok a kihívások, amik egy nőket érik, illetve a szépsége annak, hogy vagy a látszaga egy nőnek, erről nincs fogalma fejben. Softness of being a woman, and you never will, and I'm done engaging in this fiction, Paul. És nem is fogja tudni, és ő befejezte azt, hogy ezzel a fikcióval egyáltalán foglalkozzon. Done. I have empathy, I have compassion. Együtt érez, és empatikus igyekszik lenni. But I am not willing to abandon Azonban nem hajlandó lemondani az igazságról. In the name of sparing feelings. If you... Annak érdekében, hogy az másoknak az érzelmeire ügyeljen. Én egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy ő őszinte, mert biztos vagyok benne, hogy ő csak játsza a szerepét ebben a színjátékban, mint hogy egész élete során játszotta, hisz nem lesz valaki megen Kelly, anélkül, hogy ne játszaná a szerepét. De pontosan ez a lényeg. Valahogy muníciót kell adni a jobb oldalnak, mint ahogy muníciót kell adni a bal oldalnak, ahhoz, hogy a harc folytatódhasson és a háború kialakulhasson és elterjedjen az egész világon. Szóval nem lehet, nem, aki azt mondja, hogy jaj, miért hagyják, hogy a jobboldali hangoknak is legyen ereje. Azért, mert különben nem lenne háború. Ahhoz, hogy háború legyen, ahhoz szükség van valakire, aki a puskaport biztosítja. És mindkét oldalt ügyesen úgy kell sakkozni, hogy a végén kialakuljon a háború. Nézze meg bárki Bruce Willis utolsó emberik című filmet, és akkor rájön, hogy miről van szó. Pontosan ezt a szerepet tölti be egyébként Magyarországon minden ilyen nagy, megmondó ember, aki a konzervatív oldalt képviseli, mint mondjuk Puzsér, vagy az oltások kapcsán Gödény, de az összes többi. Persze én nekem nincs erre bizonyítékom, hogy ez így van, de csak gondolját mindenki, hogy nem lesz valaki olyan híres hírhet, mint ezek az emberek, anélkül, hogy azt ne támogatná, vagy segíteni elő a rendszer máskülönben az ember nem tud eljutni arra a szintre. De a lényeg pont ez, el kell, hogy jusson, hiszen valamennyi ellenzékre szükség van a feszültség gerjesztéséhez, de menjünk tovább. Ehhez adjuk hozzá azt, amiről ír a kovászközösség.hu északon fogyóban a kereszténység, és ráadásul ők nagyszerűen el is nevezték magukat kovásznak, de most vele sem megyek. De a Ipsos Global Advisor új felmérése nagy eltéréseket mutat országonként és generációnként, a vallási hovatartozás és vallás gyakorlás elterjedtsége, a hit és a vallás szerepe kapcsán, illetve nagyon változatos képet fest arról, hogy milyen mértékben határozza meg a vallás, a személyes identitást és erkölcsöt. Természetes, hogy ez így van. Úgy tűnik, hogy erősen vallásos a globális dél, és többnyire szekuláris a globális észak. Most ez a globális ugye azt jelenti egyszerűen csak, hogy az északi félteke idézőjelbe a szekuláris, még a déli félteke, az pedig vallásos inkább. Úgy tűnik, hogy 26 vizsgált országban számos helyen egyébként generációváltás történik. A fiatalabbak egyre kisebb valószínűséggel vallják magukat kereszténynek, különösen katolikusnak, mint az idősebbek, egyre nagyobb valószínűséggel vallják magukat muszlimnak, vagy más vallásúnak. Átlagosan egyébként 16% a különbség, a Z generáció 97 vagy azután, illetve a Boomer 964, illetve az előtt születettek arány között 16% pont. Ez jellemzőbb, különösen Belgium, Olaszország, Peru, Lengyelország, Franciaország, Chile, ez a különbség nagyobb, mint 20%. Tehát van, létezik ez a generációs különbség, amiről beszéltem. Ez óriási. Világnézetbeli eltérést jelent egyébként, hogy valaki kereszténynek vallja magát, vagy sem. Még akkor is, hogyha csak annak a fajta kereszténynek, amit ismerünk, úgy Magyarországon, meg mindenhol a világon ez a lánybenek keresztény, de legalább valamiféle keresztény. Mutatok még egy adatot, ami szerintem azt előre vetíti, hogy elfogadja a világ nagy része azt a spirituális vezetőt, akit majd az új világrend támaszt, illetve kijelöl, megjelöl, vagy bemutat, aki nem más, mint az Antikrisztus a, a Bibliából. Nem akarok előre szaladni ennyire, viszont figyelj csak meg mindenki azt, hogy átlagosan a válaszolók 43, 40 százaléka, hisz Istenben. A 40 hisz Istenben, a szent könyvekben leírtak szerint. Ha ez olyan keresztény, mint Magyarországon, akkor az gyakorlatilag csak egy hajszállal különbözik a pogányoktól, hisz nem csinál semmit másképp, mint egy normál ember. Úgyhogy ez a 40 nyilván van, aki eltökéltebb, van, aki kevésbé, de úgy általánosságában véve a kereszténység az egy langy meleg dolog mára. Szóval van ez a 40% aki eleve hisz, de olyan nagyon konkrét elképzelése nincs, csak Jézus, Jézus, ennyit tudna. 20% még ezen felül hisz egy magasabb szellemben, de nem a könyvekben leírtak szerint, és még további 20% nem biztos, vagy pedig nem válaszol. Hát nem biztos abban, hogy mi ez agnosztikus, stb. ezek a verziók. Vagy pedig nem válaszolt. Ez nagyjából 80%, de vegyük le ezt a szóval, legyen olyan 65-70%, aki hisz valamiben. Az az embereknek a túlnyomó többsége készen áll arra, hogy legyen egy spirituális vezetője, hisz konkrét elképzelése nincs róla, mint hogy a keresztényeknek sincs. Ők csak annyit tudnak, hogy Ámen Ámen, Halleluja, meg Jézus. De valójában azon kívül semmit. A többinek meg persze mindegy, nekik bármilyen spirituális vezető, ami úgy prezentáljon magát, hogy elfogadható, azt ők követni fogják. 21% az, aki nem hisz sem Istenben, sem a magasabb szellemben, ez lenne a, a hardcore ateista. Azonban én úgy gondolom, hogy az emberek nincsenek tisztában a fogalmakkal, amikor válaszolnak ezekre. Tehát ebből a 20%-ból is egy jelentős része, egy tudás alapú, mint ami következik a technológia, egy tudás alapú spirituális rendszerben simán beáll majd a sorba. Úgyhogy az emberek nagy része készen áll arra a változásra, aminek láthatjuk most magunk körül a folyamatát azáltal, hogy a kereszténység szépen lassan eltűnik, a Biblia kiesik a hétköznapokból, és átveszi a helyét ez a, ez a homályos spiritualitás, ahol mindenki magának kitalál egy Istent, aztán majd lesz valami. Meghökkentő az, ami Japánban van, a kék az, aki hisz Istenben, ez az előző felsorolás, amit mutattam. A zöld az, aki hisz egy magasabb rendű erőben, de nem a könyvek szerint, a szürke az, aki nem akar válaszolni, a sötét szürke az, aki nem tudja, és a narancsága az, aki nem hisz ateista. És hogyha megnézzük, az átlag az 40 az, aki hisz. Brazíliában ugye túlnyomó többségben vannak azok, akik hisznek. Japánban alig van szinte ember, aki hisz a könyvek szerint. Ami lehetséges, meg Dél-Korea, Hollandia, Svédország. A technológiai fejlődés és az úgynevezett tudomány fejlődése, az úgy látszik, hogy fordítottan arányos azzal, hogy ki mennyire hisz. Egyértelműen ezt le tudjuk ebből szűrni, hisz még Magyarország is itt van a közepén. Most minden igaz, de ezen nem tudom kijelölni, de látszik itt ez a 20 27 16 17, 25 Tehát a technológia és a tudomány fejlődése fordítottan arányos a hit alakulásával. Röviden még néhány videót megmutatnék, ez Jesse Lee Peterson. Azt hiszem, hogy ez a Fallen State című műsora, ahol ezúttal egy feminista pásztorral vitatkozik az abortuszról. És a kérdés az az, hogy hisz-e ön a jó, illetve a gonoszban, a jóban és a gonoszban. Good and evil? Sure. Good Igen. And evil. Abortion. Good or evil? Oh, good. Hogy az abortusz az jó vagy rossz, és a válasz az, hogy ó, az jó. Ezért mondom azt, hogy a kereszténységnek lőttek vége van, mert ilyen emberek azok, akik alkotják a kereszténységet. A kereszténység mindig is arról szólt, hogy hogyan tudják a Bibliát minél szélesebb körben elterjeszteni, felhigítani annyira, hogy a lehető legtöbb ember számára elfogadható legyen, és azokat azután uralni azáltal. Good. Abortion is good. Miért jó az I think abortion, abortion is necessary. Hogy miért jó, kérdezi Jesse. Miért jó egy emberi életet elvenni? És azt mondja ez a páros, hogy az abortusz a szükséges. First of all, what's good about so Hogy mi a jó az abortuszban? És ő egyetért azzal, hogy It's not good to take an unborn child's life. Right? Hogy az nem jó, hogy egy, egy születendő gyermek életét elvenni. I don't, you're using language, I wouldn't use. És hogy olyan fajta nyelvezetet használ, amit én nem használnék, ami egyértelműsíti az, hogy ez a kígyó, aki beszél, hisz ő az, aki a nyelvezetet megváltoztatja annak érdekében, hogy félrevezesse az emberiséget. Azáltal, hogy használjuk azt a terminológiát, amit ő kitalál, mi hozzájárulunk a saját bukásunkhoz gyakorlatilag. Ezért mondja azt, hogy ugye angolul fetus vagy mag, azt, hogy magzat ahelyett, hogy baba vagy bébi. hiszen az, egy, az tulajdonképpen egy leendő ember, amiről szó van, de azáltal, hogy az, a szót használja, hogy fetus vagy magzat magyarul, azáltal egy lépéssel távolabb kerül az emberüléstől, hisz ah, az csak egy magza. Oké. Okay. Right. All right. Let's just cut to the chase on this. God had the good sense. Ugye Istennek jó érzéke volt ahhoz, to create women. As child hogy a nőkhöz rendelte a gyermekvállalásnak a lehetőségét. And he, or she, may és ő, he or she, azaz ő, mint férfi, vagy ő, mint nő, mint Isten, szóval ő Istenre azt mondja, hogy he vagy she, hogy ő vagy nő, ő. A gyermekhordozók lettek a nők. Them moral agents with. És ők lettek az ügynökei, az erkölcsi vagy morális ügynökei a gyermekvállalásnak. Ami óriási probléma. Szóval azzal egyetért, hogy az a születendő gyermek életét elvenni az nem jó. That's not a good thing, right? Ez nem egy jó dolog. It's a Szükséges dolog. You say you... És a kérdés az, hogy vajon jó-e, és azt mondja, hogy nem tudom, nem tudom. Egy keresztény pásztor. Bizonyos szövegkörnyezetben, bizonyos körülmények között valószínűleg jó. Azt mondja Jesse, hogy, hogy, ön egy tiszteletes, aki azt állítja, hogy Isten hívta el. Is És vajon Isten az jó-e? Sure világos, ide jutott a világ, hogy ezek az emberek a kereszténységben valamiféle tisztet betölthetnek. Most hagyjad is, hogy nők, de még ráadásul feminista, és ilyen elveket van, hogy szerinte az abortusz az elfogadható. De itt van egy másik, aki szintén egy feminista keresztény. Rally, I didn't hear them repudiating with love the radical homosexuals, the LGBT people. Nem hallottam, hogy ezen a tüntetésen ön vagy bárki is a radikális homoszexuálisokat, az LMBTQ embereket, Madonnát, as as aki ugye össze van zavarodva, mint. I didn't hear mint az összes többi és ő nem hallotta, hogy, hogy bárki is visszautasította volna azokat a nézeteket. És elfogadták ezeket az embereket ebben a, az elbukott, elesett állapotukban, ahelyett, hogy megmutatták volna nekik, How to hogy hogyan kell legyőzni ezeket a dolgokat. And Jesus would never agree with that. Well... És, és Jézus soha nem értene egyet ezzel. Well, azt mondja, hogy Jézus semmit sem mondott arról, amit ma homoszexualitásnak nevezünk. És én nem értek egyet sem Jesse Lee Petersonnal, sem ezzel az egyik idiótával se, akit megszólal. Én csak azt szeretném bemutatni, hogy odaig jutott a világ, hogy ezek a lények, ezek most a kereszténységen belül bizonyos tiszteket, Töltenek be, és ez nem egy-kettő idióta vagy véletlen, hanem ez egy általános jelenség Nyugaton és Magyarországon is. És inkább ez így lesz: emberek, akik egyáltalán nem képesek képviselni azt, amit az Atya akar, képviselik mégiscsak. Well, I just meant by the all everything that was there, or the state period, not just homosexuality. But Szóval úgy általánosságában véve a, az embereknek ezt a bukott állapotáról nem volt szó, hogy ezt bárki visszautasította volna. Nem csak a homoszexualitás, hanem semmi egyéb. But he did have something to say about it. He said it was an offense. He got hate that kind of stuff. És azt mondja, hogy de, de mondott Jézus erről dolgokat, és azt mondta, hogy ezt utálja Isten, és is, ez a sértés, ez a fajta viselkedés. Egy az egyik nagy probléma, ami a nyugaton szembe kell, hogy nézzünk, az az, hogy a bűnt mi elsősorban szexuális értelemben látjuk. És ez egy pásztor, aki beszél. Heresztény. és azt mondja, hogy nem szexuálisan bűn, követnek el bűnt az emberek, hanem a gazdasági szférában. Politikai birodalomban egy, egy feminista professzor, én ezt meghallgattam az összes beszélgetést, amiről, amiről most ezek vannak, feminista pro, professzor, ugye ott látszik a leírásban. Ez egy professzor, egy keresztény feminista professzor. with love. Ez az, ahol tart a, a világ. Úgyhogy ne, ne, csodálkozzon senki azon, hogy, hogy a közeleg az ítéletnap, és azt mondom, hogyha a kereszténység, ami azt állítja magára, hogy képviseli Istent, ahogy ők nevezik, meg Jézust, itt tart, akkor vége, nincs reményünk, hogyha az, aki az igazságot képviselni így viselkedik, meg ilyen langymeleg meleg lett, meg kitalált magának egy új életfilozófiát, és azt mondja, hogy Isten ezt jóvá hagyja, akkor vége kell, hogy legyen a dalnak, mint ahogy vége is van. Itt van a következő, ez egy meleg pásztor. Egy meleg pásztor, aki azt hiszem, hogy ez esetben katolikus, de nem akarok butaságot mondani. Azt mondja, hogy Jesse Peterson mondja, hogy ő nem hisz abban, hogy az emberek egy bukott állapotban vannak és bűnösek. Bűnben és elszakadt a kisnőtől, és ő azt mondja, hogy nem, én nem hiszem, hogy ez így van. És nem gondolja, hogy meg kell bánniuk a dolgaikat, és újjá kell születniük? I do not. No. Nem, én nem hiszem ezt. keresztény professzor, női pásztor, itt van egy meleg pap, és mind ugyanazt mondja. És azt kérdezi, hogy az önvallása az ugyanaz, mint a kereszténység? Yeah, Igen. Igen, episzkopális egyháznak a tagja vagyok. Church, Anglikán egyház. Azt hiszem, hogy maga az, az eredeti bűnről, eredendő bűnről beszél. Right. This is just bullshit. Ez az egész egy, egy baromság. You a priest, can you curse? És én egy pap, és káromkodhat? I just did. És csak most csináltam, nem? That's amazing. Hihetetlen. You, you gain and you curse? És ön meleg, és káromkodik? God, not I must be, Isten nincsen ezzel megelégedve. God is not pleased. How do you feel I guess... about? És Isten nincs, ne, Istennek ez nem tetszik, mondja apa. You and I worship two different ideas about that. Oh, yeah. Úgy tűnik, hogy ön és én két különböző ideológiát imádunk vagy szolgálunk Istennel kapcsolatban. Tessék. Uh, 68. Ugye azt kérdezi, hogy hány éves? És azt mondja, 68.

Ami, ami szerintem, vagy nem szerintem, hanem alapvetően hibás, hogy a bőrszint azt hasonlóvá teszik a, a szexuális orientációval, ami két abszolút különböző dolog. Még a végén annyit, csak talán ez Felszabtér HVG blog, a vallás, nagyon könnyű felhasználni a nők elnyomása érdekében, és Geraldina Szébedes feminista teológussal egy ilyen ö, interjú. Kérdés az, hogy lehetsz e katolikus, illetve feminista, és természetesen a válasz erre az, hogy igen, hogy ne lehetne. Keresztény bárki lehet. A kereszténység az lényegében egy rakás pogány tradíció, ami kialakult szévezetre során. Szóval persze, hogy lehet bárki az. Fél életét annak bizonyítására szentelte, hogy megmutassa, hogy más szemszögből is lehet olvasni a Bibliát, sőt, még feminista olvasatban is lehet tanulmányozni meglátni, hogy Isten képe nem csak egy férfi kép lehet bemutatni, hogy vannak nők a vallások történetében, meg a meghatározó, döntő, lényeges szerepet játszottak. Rámutatni, hogy a patriarkátus mennyire rányom a bélyegét a kereszténységet. Dekonstruálni kell hitrendszerünket a hit újjáépítése érdekében, hogy a nők ne maradjanak a háttérben harmadik vagy negyedik sorban. Ez az, ami történik most, egyfajta dekonstrukciója, hoppá, úgy látom, hogy kimaradt a képből, egymás, de egyfajta dekonstrukciója történik a régi világrendnek, és egy konstrukciója ennek az új világrendnek, ami már igen bizarr lesz, degenerált és deviáns, meg mindenféle negatív jelzőket találhatnánk erre, de azt hiszem, hogy ez most már egyértelmű mindenki számára, hogy a Biblia és a keresztény, judeo keresztény életvitel az minden oldalról ösztűz alatt van, és nem is fog tudni ellenállni, ugyanis nincsen aki képviselje azt a világban. kereszténység alkalmatlan erre. Sok nővel találkoztam, mondja, akiket nem enged szabadulni a téves, kártékony istenképük egy hatalmaskodó, őszakálló, elnyomó férfi képe. Hiszem, hogy a feminista teológia nem csak szükséges, hanem sürgető is azoknak a férfiaknak és nőknek, akik lehetségesnek tartják, hogy a vallást máshogyan is meg lehet élni, ami azt tükrözi, illetve azt a nézetet sugalja, hogy amit eddig csináltak az emberek a vallással kapcsolatban, az nem a helyes út. Szóval pont most jutottunk el, amikor a világ szétesés küszöbén van oda, hogy megértettük, hogy mind az idáig mindenki hülyébe volt, és mi találtuk ki a csövön alukat, meg azt, hogy hogyan is kell megélni a vallást. Rájössz, hogy Jézus projektél befogadó a feminista teológiával is az a célunk, hogy feltárjuk a nőknek elfeledett hagyományait, akik vezető szerepet töltöttek be, akik koruk törvényszegői voltak, akik megtörték a káros sémákat. Magyarán lázadók voltak, hisz ez a koruk törvényszegői megtöri a káros sémát. Ez a lázadó ez az ember. És ez soha nem volt olyan kijelentés az írásokban, aki bárki is, aki számított, az támogatta volna ezt a fajta mentalitást, amit Jézabel az, aki megtestesített. Továbbá, a szent szövegek olvasásánál abból -e kell hogy ne fogadj el mindent szó szerint úgy, hogy neked tanították, keresd azt, ahogy, hogy mi van a szöveg mélyén, miért nevezzük Istent atyának, miért nem hívjuk anyának is. Mert a vallások egy patriarchális, androcentikus férfi központú közegben jelentek meg, ahol mindent a férfi szemszögéből láttak, a nőket pedig marginalizálták, kiszorították őket a perifériára és elnyomták amit mi mutatunk egy másik nézőpont, hogy Isten más néven is meg lehet nevezni Istennek, nincs neme. Metaforákat használunk Isten leírására, és ez ugyanannyira érdemes férfies és nőies metaforákat, szimbólumokat használni. Fertezünk, és emlékezzem mindenki, hogy ki az, aki itt szó. Ez egy feminista keresztény, aki a teológiának a professzora, a jezsuita Rafael Landivár Egyetemen, egy teológus professzor, aki, aki, nyilatkozik. Hogyan viszonyultok az LMBTQ közösséghez? Ferenc pápa azt mondta, hogy ki vagyok én, hogy ítélkezzek. Miért ítélkezünk, mondja ő, illúziókkal tekintünk a hagyományos családmodellre, illúziókkal, a hagyományos család, a nukleáris családra, de valójában sokszor ez nem létezik. Guatemalában sokféleség létezik. Az számít, hogy van-e szeretet, vannak-e értékek? Azt a családtípust akarjuk szentíteni, amelyik nem is létezik, úgy érti, hogy a, a régi világ. Mi létezik? Egy apa egyedül, egy anya egyedül, a nagynénik az öcsökkel, a nagymama az unokákkal, két barát, akik felnevelik a gyermekeket, mert meggyilkolták a szülőket. Megdöbbentő számomra mondja ő, egy keresztény teológus professzor, hogy mennyire aggódnak a meg nem született gyermekek miatt. Mennyire aggódnak a meg nem született gyermekek miatt? Közben ebben az országban is számtalan gyermek hal meg alultápláltság miatt. Az életvédelme minden életvédelmét jelenti, ebbe beletartozik az egyedül élő elhagyatott leszbikus nő. Ezek mind szent életek. Ugyanúgy előkerül az előző gondolat, hogy az ultrakonzervatívok, a különféle fundamentalisták szövetkeznek egymással, politikai, gazdasági, egyházi személyek előszeretettel fognak össze egymással az abortusz ellen. Szóval aki összefog az abortusz ellen, az fundamentalista és ultrakonzervatív, magyarán egy szélsőséges. Mindannyian a Bibliát idézik, értékekről beszélnek, de ezt a kiállást már nem tapasztaljuk, ha a kizsákmányolás, környezetpusztítása ellen kell fellépni. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm. Bízom abban, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót, úgy gondolom, hogy egyértelmű az, hogy milyen irányba halad a világ, és aki el akarja kerülni a világ sorsát, annak a hátra levő időben gyökeres változásokat kell eszközölnie abban, ahogyan gondolkodik, és ahogyan vezeti az életét. De ez a változás nem abba az irányba mutat, amely az itt megnyilvánuló, meginterjú volt emberek véleménye szerint Alakul. Ez a világ a teremtő rendjéhez kell, hogy alakuljon, ugyanis az az egyetlen, ami megmarad. Amit lát mindenki maga körül, mikor néz a világba, mikor munkába megy, vagy kinéz az ablakon, az a világ megszűnik, és nyomtalanul eltűnik a helyébe. Egy új lép majd, de az egészen más rendszer szerint fog működni. Köszönöm mindenkinek a figyelmét, hamarosan újra találkozunk, mindenkinek a legjobbakat. Halleluja! ان شاء الله